sajtótájékoztatót tartott Pintér Tamás és Kálló Gergely. Érdekes programot hirdettek a József Attila könyvtár munkatársai. Továbbra is látható a várostörténeti gyűjtemény az Intercize Múzeumban. 32-29-es sikert aratott a DKK a felnőtt együttese. Köszöntöm nézőinket! Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Pintér Tamás polgármester és Kálló Gergely országgyűlési képviselő egy sajtótájékoztató részeként számoltak be a Szalki-szigeten kezdődött nettó 498 millió forintos beruházásról. Új parkolókat, kerékpársávot és járdaszakaszt is kialakítanak a területen. Ezeken a felvételeken a Remix épületénél végzett munkálatok láthatók. Mint arról egy sajtótájékoztató részeként Pintér Tamás polgármester és Kálló Gergely térségünk országgyűlési képviselője beszámolt, tovább fejlődik a Szalki-sziget. Megújul a szigetre vezető út a Magyar út egy szakaszától kezdődően, valamint kerékpársávot és új járdát is kialakítanak majd a szakemberek. A tervek szerint mindez augusztusban fejeződik be. A részletekről Pintér Tamás polgármester számolt be. Egy olyan útfelújítási programba kezdtünk bele, amellyel a idevezető út, a szigetre vezető út megújul, illetve újabb, közel 70 parkoló helyjel tudjuk bővíteni az itteni lehetőségeket. Emellett nagyon fontos azt is kiemelnem, amely az mellettem látható munkálatok már mutatnak is, miszerint egy gyalogos járdával fogjuk tudni majd bővíteni az itteni úthálózatot, illetve a biciklisek számára is lesz majd egy biciklisáv. Pintér Tamás hozzátette, megújult járdán juthatnak majd a látogatók a kempinghez, valamint a fesztiválokra és rendezvényekre való tekintettel. 70 darab burkolt parkolóhelyet alakítanak ki. Az itteni parkoló, ahol most is állunk, itt is közel 40 férőhelyet tudunk majd biztosítani, és faültetéssel fogjuk majd még ezeket a munkálatokat majd kiegészíteni, illetve a Halászcsárdánál is majd megújuló a parkoló lesz majd, ahol közel 30 parkolóhelyet tudunk majd biztosítani az ideérkezők számára. Egy útszakasz be fog érkezni majd a kikötőhöz is, ez is egy nagyon fontos, stratégiailag nagyon fontos jelentőséggel bíró útrész lesz, hiszen a megnövekedett kamionos forgalomnak is eleget kell, hogy tegyünk, és az itteni körforgó részen, majdnem, hogy körforgó részen tudnak majd a buszos közlekedők, illetve a teherautók is majd könnyebben megfordulni. A polgármestert követően Kálló Gergely hangsúlyozta, kettős célja van a fejlesztéseknek. Egyrészt ez egy stratégiai útvonal, hiszen a Vasmű kikötője révén jelentős a teherforgalom. Így kiemelt cél volt, hogy a kamionos, kerékpáros és gyalogos forgalom biztonságosan bonyolódhasson le. A cél itt kettős. Egyrészt tudjuk, hogy ez egy stratégiai útvonal, ha azt tekintjük, hogy a Vasműnek itt van a kikötője. Óriási a teherforgalom, a kamionok nagy számban mennek itt, tehát meg kellett teremteni annak a lehetőségét, hogy gyalogos és biciklis, illetve a kamion forgalom biztonsággal tudjanak egymás mellett közlekedni. Ez meg fog valósulni most már, egy modern gyalogos rész lesz, illetve a biciklis forgalomnak is külön sáv lesz elkülönítve. A képviselő úgy folytatta, a gazdasági szempont mellett a turizmusról is beszélni kell. Kiemelte, a választási ígéretek során is nagy hangsúlyt fektettek a turizmus fejlesztésére. A Szalki-sziget kiváló adottságokkal rendelkezik, amely vonzóvá teszi a kikapcsolódásra vágyók számára. Mind az önkormányzati választásokon, mind az időközi választáson kiemelt szerepet szántunk a turizmusnak. A turizmus fejlesztésére ez a rész, ez a lakóövezet, illetve ez az övezet kiválóan megfelel. Tehát biztosítani kell azt, hogy aki ide szeretne látogatni, annak kényelmesen, illetve minden akadály nélkül le tudjon ide jutni, akár biciklivel, akár gyalogosan, vagy akár megújult buszmegállókba tudjon érkezni. Azt látjuk, hogy a pandémia után a fesztiválok kezdenek életre kelni. Reméljük, hogy ez a megújítás jövőre igen vonzóvá teszi ezt a térséget, illetve ezt a területet a fesztiválok szervezőinek. A munkálatok ideje alatt akár félpályás útlezárásra is lehet számítani. Mindenről pontos információkat majd a későbbiekben tesznek közzé.
A cél az, hogy mind a szórakozásra, mind pedig a színvonalas és hiánytalan munkára meglegyen a lehetőség. Pintér Tamás polgármester előre is köszöni a városlakók türelmét és együttműködését. Hangsúlyozta, minden fejlesztés az emberek érdekeit szolgálja. Egy különleges programmal várják az érdeklődőket a József Attila könyvtár munkatársai. A Mennyit tudsz Dunaújvárosról nevet viselő vetélkedőn vehetnek részt a vendégek szombaton. A részletekről Tóth Éva intézményvezetővel beszélgettünk. Nem is olyan rég mutatták be József Attila könyvtárban azt a Gulácsi Bence által készített várostörténeti társasjátékot, amely a hétvégi megmérettetés gerincét adja majd. Április 2-án egy különleges programmal várják a könyvtár munkatársai a városlakókat. Ennek részleteiről beszélgettünk Tóth Éva intézményvezetővel. Ezt a társasjátékot, ezt most mutattuk be a múlt közben kiállítás megnyitóján, viszont most lehetőséget adunk arra, hogy kipróbálják azok, akik érdeklődnek. Várunk fiatalokat, időseket, csapatokat. Érkezik a társasjáték fejlesztője, Gulácsi Bence, és Horváth Tamás is itt lesz a játékon, ő fogja felügyelni a diákokat, illetve a játszókat, mert felnőttek is nyugodtan játszhatnak vele. Az intézményvezető kiemelte, a vetélkedőn olyan várostörténeti kérdések is lehetnek, amelyekre azért nem mindenki tudhatja a választ. Itt még akár a városépítés kezdetéről is lehetnek kérdések, tehát ez egy teljesen vegyes összeállítás. Nem is igazán arra számítunk, hogy minden kérdést fog mindenki tudni, hanem arra, hogy ez egy izgalmas játék, aminek a kapcsán sok mindent meg lehet majd tudni a városról. Tóth Éva elmondta, a jövőben minden hónapban szeretnének egy-egy ehhez hasonló vetélkedőt szervezni. Mindenkit szeretnék biztatni arra, hogy jöjjön el kipróbálni a társast, és még mondanám, hogy ez nem egyedi alkalom lesz, hanem havonta tervezünk egy ilyen játéknapot, és októberben a már felkészített csapatoknak pedig egy versenyt szervezünk. A József Attila könyvtárban meghirdetett Mennyit tudsz Dunaújvárosról kvíz, tehát április 2-án délután 13 órától lesz majd az intézményben. A szervezők kicsik és nagyok részvételére egyaránt számítanak. A nagy népszerűségre való tekintettel az Intetsző Múzeum munkatársai meghosszabbították a Dunapentele, Sztálinváros, Dunaújváros az idő sodrában nevet viselő tárlat kiállítását. A látogatók április közepéig tekinthetik meg a város történeti gyűjteményt. Ezeken a felvételeken a Dunapentele, Sztálinváros, Dunaújváros az idő sodrában nevet viselő kiállítás megnyitója látható, amelyet tavaly avattak fel az Intetsző Múzeumban. A nagyszabású várostörténeti gyűjtemény nagy sikert aratott a látogatók körében. Meg annyi városlakó és intézmény felajánlásából állt össze a bemutatott anyag. A tárlat immáron egészen április 12-ig tekinthető meg. Mindenről Nagyné Hodik Mónika történész muzeológus számolt be. Tavaly novemberben, november 19-én nyílt a kiállításunk, Dunapentele, Sztálinváros, Dunaújváros az idő sodrában címmel. És most úgy döntöttünk, mivel nagy sikere volt a kiállításnak, hogy hosszabbítunk rajta. Igaz, egy heted, de április 12-ig megtekinthető a kiállításunk, úgyhogy szeretettel várjuk a látogatókat, a vendégeket a kiállításban. A történész hozzátette, a tárlat mind a fiatal, mind pedig az idősebb korosztály számára kínált érdekességeket. Mindenki más-más okból látogatta meg. Itt a fiatalabb és az idősebb generáció egyaránt megtalálta szerintem, ami lényeges, a múltnak a felidézése. Hát nyilván főleg az idősebb generációnak, de jöttek iskoláktól is, és ők is élvezték, keresgélték, hogy éppen most hol járunk, hol készülhetett annak idején ez vagy az a fotó. Az idősebb generáció pedig nyilván az emlékek miatt. Nagyné Hodik Mónika elmondta, természetesen az idei évben is számíthatnak várostörténeti gyűjteményre a látogatók. Ebben az évben más típusú kiállításunk lesz. Igazából az apropója az évforduló volt a tavainál és a tavaly előttinél is. Minden évben azért nem csinálhatunk, illetve próbálunk majd újabb dolgokat, újabb kiállítást összehozni. Szerintem jövőre azután lehet rá számítani. Én a szívügyemnek tekintem, esetleg más formában, vagy kisterem, tehát a lenti az aulában, de mindenféleképpen sor kerül még helytörténeti kiállításra közeljövőben biztosan.
Az Intercize Múzeum munkatársai által szervezett programokról, valamint történelmi érdekességekről az intézmény hivatalos oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Szoros, izgalmakkal teli párharcban aratott 32-29-es győzelmet a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt együttese az Érd elleni hazai bajnokin. Vágó Attila tanítványai értékes pontokkal gazdagodtak a bajnokság 19. fordulójában. 32-29-es győzelemmel folytatta a pontvadászatot a DKK a felnőtt együttese. Vágó Attila tanítványai az Érd csapatát fogadták hazai környezetben, és a két gárda összecsapása kifejezetten izgalmasra sikeredett. Bár a felek 17-17-es döntetlennel vonultak a szünetre, a fordulást követően is akadt bőven izgalom a pályán. A dunaújvárosiak tartották a megszerzett előnyt. Mikor az érdiek egy gólosra csökkentették a hátrányukat, Vágó Attila egy időkérés után rendezte a sorokat és sikerült behúzni a győzelmet. A párharcot követően a csapatok képviselői értékeltek. Az első félidőben védekezésünk az nem volt túl jó, nagyon sok volt a kapott gól, nem is volt jó a kapus teljesítmény sem. Hál' Istennek a második félidőben ez feljavult, és valóban, amit a Roland mondott, én örülök a legjobban, hogy az emberelőnyös szituációkat ilyen jól, vagy egész jó százalékkal eredményesen lejátszottuk, mert voltak olyan mérkőzéseink, ahol sajnos nem tudtuk gólra váltani az emberelőnyöket, de most hál' Istennek sikerült. Ez valószínűleg igen ott fordulópont volt, illetve nagyon nagyot küzdött a csapat, és gratulálok a lányoknak, mert egy pillanatra se adták föl, és többször hátrányból sikerült fordítanunk, és végül megnyertük a mérkőzést. Elégedetten értékelt a DKK játékosa Krupiek Molnár Beatrix. Úgy fogalmazott, az eddigiekhez képest érezhető volt a csapat fejlődése. Egyértelműen nehéz mérkőzésre számítottunk, azért azért egy elég szívós csapat, és szerintem abban is volt a mi erőnk, hogy csapatként küzdöttünk, egymásról levettük a terheket, amit Attila is mondott, hogy mindenki jól teljesített, nem voltak kiemelkedő teljesítmények, hanem eloszlottak a gólok is, illetve ugye aztán a végén kapuban is helyrejöttek. Tulajdonképpen annak örülök nagyon, hogy ami az utóbbi meccseken hiányosságunk volt, hogy szélről kihasználni a helyzeteket, illetve az emberelőnyös helyzeteket jó százalékkal teljesíteni, azokban most nagyon sokat fejlődtünk, úgyhogy reméljük, hogy ez továbbra is így marad, és csapatként még tovább tudunk fejlődni. A lefújást követően Horváth Roland, a vendégek trénere azt mondta, elsősorban a védekezésben elkövetett hibák vezettek a vereséghez, amelyeket a rutinos dunaújvárosiak rendre kihasználtak. Két percek is ráadásul ez megpecsételte ezt a mérkőzést. Tehát a második fél időben nagyon-nagyon sokat jár voltunk ember hátrányba, annál azért a Dunaújvárosban azért ennél jóval okosabb kézlabdázók vannak, meg rutinos kézlabdázók vannak még mindig, akik az ilyen helyzeteket fantasztikusan kihasználják, úgyhogy gyakorlatilag ez a vereség, ez ha kicsit okosabbak vagyunk és egy kicsit jobban odafigyelünk a védekezésre, akkor talán más lehetett volna az eredmény, de vannak olyan dolgok, amit a Dunaújváros nagyon szépen rutinból megoldott, amire nekünk még átvált kapkodásba, tehát ez sajnos ezt tényleg be kell látni, úgyhogy sok sikert kívánok az újvárosnak a továbbiakban. A vezetőedzőhöz hasonlóan Fekete Bozsana is a védekezés során ejtett hibákat nevezte meg a vereség fő okának. Az első fél időben tartottuk magunkat, és folyamatosan mentünk az Újváros után, utána a második fél időben annyira felörültek minket mind védekezésben, hogy a ritulis játékosokkal nem tudtuk mit kezdeni, és így kihasználták a védekezési hibáinkat. Az Érd elleni 32-29-re végződő párharc részletes, írásos összefoglalóját a Dunaújváros online-on is megtekinthetik a DKK drukkerei. Három gólos vereséget szenvedett az OB2-es bajnokság elődöntőjének utolsó találkozóján a Worm Angels jégkorong csapata a MAC Ikonok gárdájától. Egy 9-2-es győzelem és egy 11-4-es vereség után hazai környezetben játszotta a két együttes az összecsapás utolsó mérkőzését annak tudatában, hogy a győztes bejut a sorozat fináléjába. A dunaújvárosi csapat tisztes helytállásról tett tanúbizonyságot, hiszen izgalmakkal teli párharcot hozott össze a két csapat, végül mégis a MAC gárdája örülhetett, ugyanis 6-3-as sikert követően ők jutottak be a döntőbe. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak önök legközelebb is. Viszontlátásra!